akkor elkezdtem rajzolgatni, akkor természetesen most így utólag azt mondták a szüleim, hogy úgy rajzoltam, mint ugye más gyerek nem, de ugyanaz, hogy visszahalom ezt mindenhonnan. Igazából nekem ugye az első ilyen, ilyen úgymond kiemelkedésem az talán első és általános iskolás koromban volt. Ekkor kezdtem el rajzszakkörbe járni, először Barabáshoz, utána Hefter és Varsang rajzszakkörébe iratkoztam be, folyamatosan, tehát rajzoltam. Nagyon szerettem már úgymond korán mindenféle anyagokkal megismerkedni, de az igazi nagy ilyen változás az életemben az olyan 5-es, 6-os koromban úgy akkor jött be a képbe a Váradi Lajos bácsi, aki azt mondom, hogy azóta is nem csak hogy mesterem, hanem példaképpen, már sajnos meghalt. Elég idős volt, akkor volt olyan 70-75 éves, amikor én 5-es, 6-os, és a műtermébe kimenvén megismerkedtem, tehát így a pasztel technikával, olajtechnikával, föllapoztam neki a vászorra azokat a képeket, amit aztán utána ő kifestett, tehát megismerkedtem még az anatómiával, olyan tanár volt, aki megszorította szó szerint az állkapcsomot, hogy fájjon, hogy megjegyezzem a fény, árnyék hatásokat, és nagyon-nagyon megtanította anatómiára, szinte ilyen barcsai stílusú anatómiára, hogy hogyan kell tényleg úgy megrajzolni valami fejet, hogy az teljesen ilyen hiperrealisztikus legyen, szinte olyan, hogy megkérdezzék utána, hogy ez fotó-e vagy tényleg rajz. Én 8-as koromban egy általános iskolában akkor végignyertem az összes ilyen városi, megyei rajzversenyeket, szinte volt olyan, hogy 3 kategóriában első lettem. Aztán végén az országos, még akkor az Ánkai úttörőtábor volt, ott volt egy országos rajzverseny, amin első lettem szintén. Általában az ember kísérletezik, először nem mer annyira az ecsethez és a színekhez nyúlni. Inkább elsősorban részkarc jellegű, csőtor jellegű, ceruza jellegű dolgokat rajzolgattam, próbáltam kifolyamítani, hogy mit tudok elérni, tehát ilyen realista hatásokba. Nagyon sokáig ezt körülbelül azt kell mondanom, hogy egész gimnáziumon végigvezetett ez a sokszorosítási folyamat, amikor úgymond ilyen részkarcokkal foglalkoztam, de aközben a képzőművészeti gimnáziumban játékkészítő grafikus voltam, ahol különböző játéktechnikákkal, tehát ilyen stratégiai játékokkal, rajzfilmezéssel foglalkoztunk. Tehát elég sok mindent tanultam meg, voltam kecskeméti rajzfilm stúdióban, előteret, hátteret rajzolgattam, aztán ilyen bábokat, elég sok lány volt akkor a szakon, de élveztem, emellett meg ugye a sokszorosítás. És a végén valahogyan, nem tudom, hogy gimnázium 3-ba elkezdtem olvasni egy könyvet Salvador Dali életéről. Megfogott teljesen a egyénisége, a stílusa, a karizmatikus sokszínűsége, hogy mennyiféle neki is stílusa volt, irányzata. Természetesen nem utolsó sorban az ötletei és extravaganciája, és ugyanúgy kezdtem el járni szinte, mint Salvador Dali. Tehát én elég extrém ruhákban, lovaglónadrág, piros nyakendő, piros mellény, Spencer zakó, tűhegyes pajesz, aktatáska, sétapálca, tehát ilyen Salvador Dali imitátor voltam, úgymond, így külsőleg. A gimnáziumban a legtöbb fiatal kivétel erősíti a szabályt, de életművészek vagyunk, az azt jelenti, hogy bulikról bulikra járunk és filozofálunk azt, hogy mit kéne, hogyan kéne. De amikor így felfedeztem Dalinak a ő filozófiát, akkor már nem filozofáltam erről, hogy mit kéne, hogyan kéne, akkor cselekedtem, és éjjel-nappal festettem szinte, megállás nélkül 3-4 évig nem jártam szórakozni. Ezért voltam egy kicsit úgy kihúzó, kivívó a barátaim körében. Voltam különben egy Salvador Dali kiállítás, ami gimnáziumban volt, és úgy kimentem a ajtón és visszanéztem, és akkor láttam, hogy egy festmény ki van ott cserélve. És akkor visszamentem, és mondtam a múzeumosnénynek, hogy elnézést, hogy kicserélték ezt a képet. Előbb itt egy fej volt, most meg két női alak beszélget, és azt mondja, hogy hát most is itt egy fej van. És így dörzsölgettem a szememet, behunytam a szemem, hogy valami probléma van itt, mert itt két nő beszélget, és nincs itt egy fej se. Hát nem mondja, elkezdtem vitatkozni egy fél óráig.
utána egy kicsit, nem tudom, úgy máshogy átrendeződött az agyam, visszanéztem, és tényleg ott egy fej volt. Tehát ez a számomra egy döbbenetes hatás volt, amikor két értelmű, úgymond, majd a festményeimben így bejátszásban lehet látni egy-két ilyen dolgot, amikor tényleg az ember hirtelen ránéz, és látja mondjuk egy fejet, egy arcot oldalról, és utána jobban megnézi, egy nő fekszik maga az arc helyett. Én úgy érzem különben, hogy a művészet valahol, és ez is a művészetemben, az összes festészetemben benne van, háromféle irányba tolódik el. Az egyik a látványra épít, amikor valami szép is az ember megnézi, hogy, és amiatt veszélnek, hogy tágép vagy csendélet. A másik az ötlet, amit mondtam, akár ez a szójáték, vagy több értelmű képek, tehát az ötletek. Harmadik meg az érzelem, amikor ránéz egy ember egy Goya, egy Velázquez képre, és valami ott, akár egy filmben is lehet azt, hogy tényleg az ember megnézés hatása alá kerül valamilyen szinten. És az érzelem, látvány és az ötlet, ezt próbálom valamilyen szinten besűríteni, bezsúfolni egy képbe. Nekem megmondom őszintén, Dali mellett, aki ugye mondtam az ötleteket, a látványban az Andy Warhol színvilága, sokkoló színvilág, az amerikai populáris úgymond irányzat, ide behoztam az én művészetembe, nagyon-nagyon szeretem ezt a színvilágot, ezt a sokkoló, szinte retina szaggató színvilágot. Így érzelmileg meg azt mondom, hogy Goya, tehát a részkart sorozatai, meg amiket ugye a háború borzalmai, tehát az is egy másik. Furcsa, mert ez a sok minden, amit ugye elmondtam, ez a rajzfilm, a technikák, az ötlet, látvány, érzelme, ez mind-mind úgy benne van a művészetemben. Tehát valamikor gyermeki ilyen Mickey Egereket festek, mondjuk ilyen populáris módon, valamikor a háború borzalmait, mert megérint ugye a nap mint nap a világban folyó tragédia, valamikor meg ötleteket, mert egyszerűen jó pofának tartom. Az ember életében nagyon fontos, hogy ha kiegyensúlyozott és idealista legyen, és lássa a alagút végén a fényt, ahhoz nagyon-nagyon szüksége van a szülőkre. Nekem a szüleim olyan a mai napig, minden egyes másodpercben olyan erőt, energiát adnak, amilyen nem a körülöttünk levő zűrzavaros világ, ők maguk megszemélyesítik nekem azt a tiszta hattyút, amit egyszerűen ezt az energiát tudja belém adni, amilyen vagyok. Szóval segítenek mindenbe, amiben lehet, nem szólnak bele a dolgaimba, tisztelnek, becsülnek, imádnak, hiszen el kell mondanom, hogy egyszem gyerek vagyok, és anya és apa tigrisként büszkék rám, és szeretnek, ahogy mást is természetesen. Szeretnék sok mindenkinek szólni. Ez olyan szintű dolog, hogy ugye graffiti fesztivált is szerveztem, aminek van egy szubkultúrája és egy rétege. Emellett festettem templomba is, és teljesen más mondjuk, amikor odajön egy 80 éves néni és megcsókolja a kezemet, hogy Isten áldja művész úr, mint amikor odajön egy ilyen graffitis baseball sapkával és azt mondja, hogy de király vagy csácsumi. Szóval ez egy teljesen más, és szeretnék valahol, ezt magamnak is, hogy nem olyan szinten ez egy pszichológiai tényező, hogy most mindenkinek meg szeretnék felelni. Elsősorban magamnak szeretnék megfelelni. De ezek nekem olyanok, mint tényleg valami bélyegyűjtés, mindenféle irányzatot végig szeretnék próbálni, amit lehet ebben az életben. When the love track starts, then the fun starts. When the love track starts, then the fun starts. Van egy mondás, Andy Warhol pont nyilatkozta egy a televízió, hogy a művészet az egy üzlet, de üzletelni már művészet. Tehát valamilyen szinten, hogy az ember a művészetét, akár a képzőművészetet, a festészetét eladja, vagy megszervezzen egy nagy fesztivál, nagyon sok minden múlik a marketingen. Tehát mondjuk azt mondom, hogy egy fesztivál megszervezés 50-60%-ban a szervezés dominál, még 40%-ban mondjuk azt, hogy oda jönnek az emberek, és fölveszik az adott sprét és az ecsetett festéket, és megfestik. Tehát igazából menedzselni kell. A saját képzőművészetemet is menedzselem, és mindig szakítok időt arra, hogy itt a műteremben akár festeni tudjak, tehát mondjuk heti két napban. Jövő héten például egész héten szervezni fogok. Tehát előre
csinálok egy ilyen koncepciót, hogy mikor, mit és hogyan. De mindenre jut idő az embernek, és kell, nagyon-nagyon sűrűn kell mozogni, de ebbe talán genetikailag tényleg az édesapám vagyok, hiszen ő is egy reggel 6-tól éjfélig dolgozó ember, a 30 éve idősebb, mint én, és úgy bírja, mint szerintem 10-20-30 fiatal. Az inspirál, a siker inspirál, mint mindenkit inspirálna, vagy inspirál, emellett meg, hogy itt hagyjak valami nyomot. A nyomot lehet műteremben hagyni, galériában, múzeumokban. Én ettől egy kicsit úgy mondom, hogy engem nem elégít ki az a folyamat, hogy itt a műteremben, az asztal fölé görnyedve fessek, hanem és galériákban és múzeumokban állítsam ki, akár mekkora nagy nevű, most különben lesznek ilyen nagy nevű helyeken festményeim. De emellett kiviszem az utcákra és a képzőművészetet, hogy azok az emberek, akik amúgy se soha nem járnak kiállításokra, azok is szembesüljenek akár a képzőművészetet, akár az enyémmel, de nem lehet mondani, hogy exhibicionista vagyok, mert másoknak is ugyanúgy segítkezek. Fábián Györgyel kávézgattunk, és kitaláltuk, hogy valamit kéne csinálni, ennyi volt az egész. És akkor mondtam, hogy van itt egy ponyvagyártó cég, meg van itt egy festékgyártó, nem is gyártó, hanem festékforgalmazó cég. És ebből gyorsan, ugye kreatívan kitaláltuk azt, hogy lehetne festeni autófestékkel ponyvára, ami ugyanolyan lenne mondjuk, mint a vászon olajfestékkel, és a házakat úgy használnánk, mint a paravánokat. Tehát ez egy, mint egy varázspálcával rádöknénk a kisebb méretű képekre, és megnövelnénk 40-50 négyzetméteresekre, és ezek az épületek lettek a paravánok. Az első ilyen kiállítás az ugye Győrbe zajlott a legelső, és különböző, úgymond nevezetes és forgalmasabb, frekventáltabb épületen helyeztük el ezeket a óriás képeket, az 10 voltunk, vagy 12-en már, megmondom őszintén, nem is emlékszem, nagy nevű kortárs képzőművészek, Szurcsik és F. Zámbó István, és nekik a képeiket helyeztük el a város különböző pontjaira. Az emberek járkáltak a városba, és mindig-mindig beleütköztek egy-egy ilyen óriási alkotásba. Ez egy óriási dolog volt, és óriási visszhangja volt. Vannak jó akaróink, vannak olyanok, akik tisztelik és becsülik akár az egyéniségeinket, akár a úgymond a, nem csak a művészetünket, hanem az egész ötletet, és adnak hozzá ponyvát és festéket mindenképpen. Meg nekik is az jó, hogyha mondjuk mint a szponzorálnának ott lennének ugye, mint támogatók a ponyván, tehát ők is azért kikerülnek a úgymond a előtérbe. Valószínű, hogy hasonlít abban az egy dologban, hogy a reklámnak is az a legfontosabb lényege, hogy a